Szöul hajlandó sok milliárdos élelmiszer és energiasegélyt küldeni Észak-Koreába, sőt a kórházak, utak és kikötők modernizálásába is besegítene. Cserébe nem vár mást, mint hogy a kommunista rezsim szüntesse be nukleáris programját és váljon meg atomfegyvereitől. Erről Yoon Suk-yeol dél-koreai elnök beszélt a japán gyarmati uralom 1945-ös lezárulásának évfordulóján. A kezdeményezés révén fokozatosan és jelentősen javulna Észak-Korea gazdasága és népének életszínvonala, magyarázta a politikus, aki szerint csak akkor lehet tartós a béke a két ország között, ha egyetlen atomtöltet sem marad a koreai félszigeten. A félelem nem alaptalan. Kim Jong-un júliusban azt állította, hogy bármikor kész nukleáris csapást mérni déli szomszédjára vagy az Egyesült Államokra. Múlt héten pedig azzal fenyegetőzött, hogy kiirtja a dél-koreai tisztviselőket, mivel ők terjesztették el a koronavírust az országban rendszerellenes röplapjaikkal.